a felvidéki Zseliz Esztergomtól északra, Lévától délre, a Garam partján fekszik, és persze nem messze az Ipoly által kijelölt magyar határtól. Nevét először 1274-ben említik Szejz alakban, nevét talán a Garam mentén húzódó és a vas szállítására használt ókori útról kapta. De van más nevezetessége is, a Szent Jakab plébánia templom, aminek falain először 1884-ben bukkantak középkori freskókra. Aztán azóta újabb és újabb felfedezések jöttek, utoljára 2021-ben. A templom története különleges szerencsék és szerencsétlenségek sorozata. Külön kell választani a freskók pusztulását, és külön kell választani a templom pusztulását sajnos. 1945 márciusában visszavonuló német csapatok, ugye magaslati pontokat, valamennyi templomtornyot aláaknázták és felrobbantották, és ráomlott a templomtorony az egész templomra. A szerencse pedig az, hogy legalább a szentély része megmaradt, bár nagyon rossz állapotban, de megmaradt, és ezért ilyen kettős hatást kelt ez a templom, hogy a szentély rész az egy gótikus, míg a hajó rész bizonyos elemei esetenként megtartották a gótikus formákat, de összes többi az pedig egy 1953-as építésű, mondjuk így szociál hatású épületegyüttes. Összesen 11 freskó pusztult el örökre. Később rátaláltak Veronika kendőjének történetére, itt két angyal tartja a Krisztus arcot ábrázoló Veronika kendőt, és a Jézus temetését ábrázoló freskókra. Legutoljára a Köpönyeges Mária freskójának részlete került elő, ott, ahol 1622-ben a templomot akkor használó reformátusok egy oldalkápolnát építettek. A reformátusok a középkori díszítéseket is lemeszelték, viszont így maradhattak meg az utókornak. A zselizi feltárásokat és restaurálást a Teleki László Alapítvány lebonyolításában a Rómer Flóris terv keretében végezték el. V prvom rade išlo o to, že trebalo urobiť výskum. Vedelo sa, že sú tam významné nástenné malby, ktoré boli odkryté. Korábban ismert volt, hogy jelentős falfestmények vannak a templomban, hiszen ez már a 19. század végén felfedezték. A restaurálás fogalma viszont az idővel teljesen megváltozott. Akkoriban még sokkal merészebben nyúltak a megmaradt falfestmények kiegészítéséhez. De megváltozott a helyreállítások módszertana is. Új technikák születtek, ezért felvetődött a gondolat, hogy újabb falkutatásokat kellene végezni. A leveltári kutatások és a feltárások aztán azt sugallták, hogy itt még több festménynek is lennie kell. Zselizen tehát először bebizonyítottuk, hogy itt további festmények vannak, és helyreállítottuk az addig látható három festményt is. Mert azokról meg kiderült, hogy gyakorlatilag át vannak festve. Érdekes kettőség jellemzi ezt a zselizi Szent Jakab templomot. Kívülről egy avatatlan szem azt hinné, hogy egy ilyen szocreál hatású templomról van szó. Majd amikor bejön a járókelő, akkor láthatja, hogy ez nem teljesen tükrözi a valóságot, ugyanis a szentély maga és egyes elemei a templomnak azok gótikus stílusúak. Az itteni első templom 1081-ben épült, a gótikus templom szentélyének építési idejét a freskókkal együtt 1370-1388 közé teszik. A keresztboltozatos szentélynél az oszlopokra lefutó bordák gyönyörű emberalakos gyámköveken nyugszanak. De az oltár előtt egy római szarkofág is a templom részévé lett. Becsei Vessző és György a nápolyi hadjáratba, amikor elkísérte Lajos királyt Nápolyba, és hát a hosszú harcok alatt különböző csintetteket, hogy mondjuk így hajtottak végre a katonatársaikkal, és hát azért nem akartak hazajönni üres kézzel, ezért különböző értéktárgyakkal tértek vissza Magyarországra, ezért Aquincumba kiürített egy katonasírt, megpakolt a kincsekkel, feltette a szekérre, és a katonatársaival hazajött vele Zselízre. Aztán, ha már itt volt, akkor hasznosít. A Becsei család a 14. századtól játszott fontos szerepet Zseliz életében. Az első Becsei,
Imre Károly Léva várának kapitányaként Károly Róbert hűembere volt. Ő végezte ki a királyra törő Zács Felicián lányát. Fiai, a két Becsei Töttös, Nagy Lajos belső emberei fő ajtónálói voltak. Azt tudjuk, hogy nem egy, hanem legalább három, de inkább négy mestertől származnak a freskók, tehát nem egy időben készültek, ezért nem is biztos, hogy valamilyen logikai menetet követtek, hanem csak éppen az akkori aktuális kegyúrnak az elképzelései szerint, vagy a papnak az elképzelései szerint, vagy a művésznek, a mesternek az elképzelései szerint, tehát egyelőre nem sikerült különösebb összefüggést találni. Tényleg elég meglepő, hogy ugye az egy olyan templom, aminek a tornya, a teljes hajója, a nyugati része az romba dőlt a II. Világháborúban, és a szentélye pedig elég jól megkutatott, mégis mindig még egy kis újabb falkép elő tud kerülni abban a templomban is, tehát a tavalyi évben is tártak ott még föl falképeket. Ott ugye nem áll össze egy ilyen nagyon egységes rendszer, ott látszik, hogy különböző periódusokban különböző megrendelők festettek falképeket. Ez templomhajókban egyébként nagyon gyakori volt a középkorban. Hogyha volt egy komolyabb megrendelő, akkor általában a szentély az, amit így egységesen kifestettek, és ilyen sok van Gömörben. A Zselizi az nem ilyen, de ikonográfiailag, tematikailag viszont nagyon izgalmasok azok a falképek. Különösen ez a különítéletnek nevezett történet, ahol a halott lelkéért viaskodik az ördög és az angyal, és közben járókhoz kell fohászkodni. A középkori freskók bizonyosan a 14. század második felében készültek, mert György lovag, akiket az egyik kép ábrázol, 1364-ben halt meg freskóját, Margit asszony, a leány. A képregényen György a ravatalon fekszik, a szájából kijövő kis ember alak jelzi a lélek távozását. Aminek különösen érdekes ennek a freskónak, abban az időben ugye az írás-olvasás még nem volt általános dolog, főleg nem az egyszerű emberek körében. A freskó pedig, mint egy szalagszerűen leíratokat, írásokat tartalmaz, olyan, mint egy képregény, amit a jövőnek szántak. Azt hiszem, nem fog senki meglepődni, hogy végül a mennybe kerül Becsei Vesztes György, mert megbánta a vétkeit, bűneit. Zselisz később uradalmi központ lett, és az eszterháziak virágoztatták fel. Eszterházi János Károly Zselizre csábította lányainak zenetanárként Franz Schubertet. Kétszer fél évet töltött itt a 19. század első felében, és számos művét, világhírű művét itt komponálta meg. Vagy például Franz Zachert, aki a világhírű barackos csokis tortát feltalálta. Ő is legkevesebb két évet itt tartózkodott Zselízen, és a fia Edvard, aki megalapította később a világhírű szállodát, vagy szállodaláncolatot, ő konkrétan Zselízen született.